Az idei Tompa Mihály országos versenyen rekordszámú több mint 300 versenyző vett részt. A rendezvény rövid emlékfilmmel kezdődött. Benkő Géza sokszor zsűrizett Rimaszombatban, megjátszott is. Többi már sajnos nem fog. Legutóbb a nagy csehszlovákiai magyar csöndet adta itt elő. Most a megindító megemlékezés után ennek szabad folytatásával, az egy disztótor pontos leírásával nevettette meg Lajos András a Hiánytólkába csöndes közönséget. Márton Nagyabrás és Zsiga Eskeres úr mélyen férfiasan egymás szemébe nézett, mert a részcső végén megindult az elején. Minden évben olyan elv szerint gyűjtjük össze a kísérőprogramokat, hogy kicsit könnyedebbek is legyenek közöttük. Egyértelmű, hogy mindenki szorong, mindenki versenydrukkal érkezik ide, és még mielőtt szerepelne, vagy már mikor leszerepelt is, én úgy gondolom, hogy kell egy kis pihenés, egy kis feltöltődés, és ezek a műsorszámok olyanok, a kísérőprogramok olyanok, amelyek alatt szerintem feltöltődhetnek ezek a versenyzők és a kísérőik is. A három nap alatt sok kísérő rendezvény volt. Fellépett a szőttes, volt kézműves foglalkozás, meseelőadás, városnézés és pihenő sarok is üzemelt, de a hangsúly azért a versenyen volt. Pénteken a döntősök 12 kategóriában álltak a zsűri színe elé. A kicsiknél hallhattunk interjút a farkassal, mosolyoghattunk egy óvodás gyötrelmein, Ransburg Jenő megfogalmazásában. Volt, aki olyan közismert klasszikussal indult, mint Petőfi Sándor Anyám tyúkja, és voltak Varró Dani, az idősebbeknél pedig Sziveri János és Szabó T. Anna szövegek is. Bukowski Orsolya például az Elhagy című verssel készült. De én félek és fázom és elhagy. Este lefekszik az ágyamra velem. Ezután kiosan és elhagy. Szerintem minden anya és gyermek között van egy ilyen, ez a tinédzser kor, amin így túl kell lövelni magunkat, és aztán végül kialakul az, hogy jóformán a legjobb barátnőm, de mégis az édesanyám, és nekem nagyon sokat jelent ez a vers, már csak ezért is az édesanyámmal való kapcsolat miatt. Mint minden évben, idén is zengett az örömzene. Az énekelt versek előadói és a fényképezkedők bevették a száraz szökőkutat. Közösségi élmény, vagy elvonulás, mindenkinek saját igénye szerint. Akik nem mondhatják el senkinek, elmondták mindenkinek. Leküzdve a lámpalázat, megküzdve a szöveggel, megtapasztalták, hogy a jó előadás az nem küzdelem, nem harc a sikerért, hanem valami más. Voltak gyönyörű pillanatok. Ha már az anya témát felhoztuk, előfordult például az is, hogy anya és lánya is beszállt a versenybe. Olvastak, és még ez is kevés volt nekik. Olvastak tovább. Virág az olvasást népszerűsítette. Andrea az 56 után elítélt irodalmárokat idézte meg. Állítólag Kádár elvtárs, a forradalmi munkás parasztkormány és a párt újdonsült vezetőjeként zavarodottan és hosszan tárgyalt szovjet fejjel valóival. Ő sok-sok év kihagyás után a lánya miatt tért vissza a szövegmondáshoz. Elindult a versenyen, és nagyon izgult, ment a járásira, akkor megígértem neki, hogy kincsem, ne izgulj, mert megyek veled. Aztán itt jött az ötlet, nem tudom honnan, de most már nagyon bánom. Itt jött az ötlet, hogy azt mondtam neki, hogy ha tovább jutsz a járásiról a kerületire, mivel az ötödik kategóriának, tehát a felnőtteknek csak a kerületén kell bekapcsolódni, akkor én is benevezek. És mivel te olyan bátor voltál, hogy eddig prózát mondtál, és most verssel indulsz, akkor én meglépem azt, hogy mivel verseket mondtam egész életemben, akkor én most prózát fogok mondani, hát innen. És megnyerte a felnőtt próza kategóriát. Centire és időre, befutóra, magasságra és gyorsaságra nem mérhető se vers, se mese, se próza. Annak más mércéje van, olvashattuk a fesztivál újságban. Taps, mosoly, könnyek, olyan icipici szívszorítás, mindent elöntő jóság. Egy hatalmas nagy hú, de jó volt ez érzés, ezek a fokmérői. Én azt szeretem, hogyha egy vegytiszta pillanat van, és akkor az őszintén megteremtődik a színpadon. Tehát mindenféle sallang nélkül, meg ilyen, nem tudom, felesleges eszközök nélkül, meg görcsösség nélkül. Én a versmondás híva vagyok, szóval én a szavalást, meg az ilyen nagy, pátoszos, dogályosan hömpölygő
előadásmódot nem igazán kedvelem, és szerintem ez nem is jó irány, szóval én annak az iránynak a híve vagyok, hogy minél bensőségesebben magunkból és azt a pillanatot ott akkor megteremteni. Akkor meg, mikor sírtiknak, közéjük lendült hatodiknak apám is, kinek lépteit úgy mérte az öt táncoló, mint ki utolsó fordulattal az egész műben értelmet vitt. Mikor a gyertyák porig égtek, még anyám eljárta a végét. Az idei első helyezetteket felvonultató gálaműsor rendkívül sokszínűre sikeredett. Urbán Csongor például tömény lírát adott. Török Máté profán Petri György féle valóságot hozott. Szalai Mátyás finom kis abszurddal szórakoztatta, Dóci Boldizsár pedig megrékadta a nézőket. A zsűri 34 aranysávos, 94 ezüst, 49 bronz besorolást és 20 külön díjat osztott ki. A visszajáró Demko András megkapta Rimaszombatváros plakettjét. A megzenésített versek kategóriában pedig egy új tehetség tűnt fel, a Farnady Molnár Ibolya. A hangszere neve pedig ukulele, amin saját szerzeményét szólaltatta meg, elbűvölve vele a közönséget.